Szvadák Katalin neve ismerősen cseng a világ számos táján. Munkásságát Kossuth és Liszt díjjal is elismerték. Hite szerint a megbékélés nem lehet illúziókeltés, és fontosnak tartja, hogy a szeretetet ismét komolyan megtanulja a világ. A legnagyobb veszélyben a gyerekek vannak, véli. Mert akkor aztán ne várjuk tőlük, amikor felnőnek, hogy nem kapjuk meg tőlük azt az odafigyelést, amit szeretnénk megkapni. Ez tényleg a felnőttek felelőssége, a család felelőssége, a társadalom felelőssége. Szvadák Katalin olyan albumot állított össze, melyel súlyosan beteg agysérültek állapotán lehetett eredményesen javítani. Az agyvérzéses ember sokszor nem tud beszélni, viszont az agyféltekében a beszédközpontúság és a zenei memória máshol van, és hogyha dadogva is, de tud én, hogyha például énekel, akkor nem dadog. És akkor elő tudja hozni azokat a szavakat a dalokon keresztül. Tehát egészen másképpen működik az agy, ha énekel az ember. A zene lesz az, ami újra összeköti az embereket, és ami segít a megbékélést megtalálni, mondja.